Éppen az első pécsi előadás előtti lejáró próbán vagyunk. Ilyenkor az utolsó korrekció is megtörténik, ha éppen szükség van rá. A Bündeltan című multidéző történet során a bíró szerepét Hartvég Benyámin alakítja. A bíró a szerep szerint segíti a két, illetve több falus vábjainak kitelepítését. A fiatal szereplő a Pécsi Művészeti Gimnázium drámatagozatán tanul, mestere a darab rendezője. Benyámin sváb származása miatt is kötődik a német színjátszáshoz. Korábbi fiatal évei is ezt igazolják. Én az Ákli Krisztiánnak vagyok még a színjátszója, ő a Pécsi Művészeti Gimnáziumban tanít, én pedig 12-es vagyok, ő volt a drámatanárom 4 évig. Előtte én is sváb színjátszóként kezdtem a színjátszást, német verseket mondtam, német helyeken, német színpadokon, és igazából most mondta az Ákli Krisztián tanár uram, hogy van egy lehetőség, és hogyha már én is kötődök a svábsághoz, mindenféle szinten, már csak a nevemből adódóan is, akkor megpróbáltam magam, és akkor, hogyha minden igaz, akkor még fogok vele játszani együtt. A darabban az idős férfit a korábban sok fiatallal együtt dolgozó és rendezőként is kiváló idősebb Bagossy László alakítja. Számára ez azért kihívás, mert, mint mondja, 4 éve már nem volt színpad közelében, részben a pandémia miatt, részben, mert a tanítást abba hagyta. Abban az értelemben is egy kihívás, hogy egy olyan szerepet játszani, ahol az ember végig az előadásban jelen van, de alig szól egy pár szót, ez egy elég nehéz dolog, de nagyon oda kell figyelni, és nagyon fegyelmezetnek kell lenni, mert mindenféle tevékenység nélkül jelen lenni, és a nézőnek azt érezni, hogy ez a figura ott van, és azért van ott, mert ez valószínűleg elég nehéz feladat, és elég sok koncentrációt, vagy nagy koncentrációt igényel a részemről, amiben nincsen elég rutinom. De talán ez segít is benne, hogy nem a paneleket próbálom segítségül hívni, hanem valahogy belülről próbálom fölépíteni, mégpedig már csak azért is, mert én a koromnál fogva is megérint ez az egész dolog, jó lett velem, ilyesmik nem történtek, mint ami a darabban, de ilyenkor az ember végig gondolja az egész életét, akkor amit leélt, történtek velem is nagyon jó dolgok, meg rossz dolgok, és hát ez a láda, amiben a fiatalkori énem, amire rácsukja magára ezt a ládát, ez az egész láda az én múltam. És ebből a ládából kikandikál egy csomó minden dolog, aminek örülni is tudok, meg amiért szomorú is vagyok, meg amit valószínűleg nem jól csináltam, és ezt ebben az előadásban sikerül valahogy magamban felszínre hoznom. Ezt a produkciót 2021. augusztus 17-én Fekeden szabadtérben mutatta be az Oberon Társulat. Most úgynevezett kőszínházi előadásra készülnek a Lénauházban. Ilyenkor fontos lejáró próbát tartani, hiszen a szereplők mozgása megváltozik a helyszín körülményeinek, méreteinek változása miatt. Ákli Krisztián, a Bündeltan című multidéző kétrészes történet rendezője, a kinti és benti előadások közötti különbség fontosságáról is beszélt. Ez az Oberon Társulatnak egy, mondhatjuk azt, hogy egy megszokott munkamódszerét használta, ahol a történelmi hagyományokat, mondjuk a sváb népzenei örökséget ötvöztem én a színészeknek az improvizációival, és az így létrejött szöveget egy dramaturg segítségével mi formába öntöttük, és így jött létre az előadásunk. Én ezt úgy terveztem, már évek óta gondolkodtam ezen az előadáson, úgy terveztem, hogy mindenképpen egy sváb parasztház előttben, mögött, körül szeretném ezt eljátszani, hogy az udvaron ülnek a nézők, és ez a parasztház lesz a szimbolikus díszlete ennek az eseménynek. Ezzel is az autentikosságot akartam egy picit erősíteni. Viszont ennek ugye megvan az a hátránya, hogy májustól szeptemberig tudjuk játszani, mert az időjárás, ha kegyes hozzánk, akkor ebben az időben lehet mondjuk 100-150 nézővel kint lenni. A kitelepítés emléknapjára készülve úgy döntöttek, elkészítik a darab beltéri változatát is. Sokat gondolkodtak azon, hogyan nézzen ki a beltéri kőszínházi verzió. Festessünk egy ilyen papírmasé díszletet, vagy csináljunk úgy, mintha lenne mögöttünk egy épített ház. És én, amikor egyszer volt egy összemondó próbánk Fekeden, akkor mondtam, hogy nekem sokkal izgalmasabb, ha ez egy körtérben játszódik, mert hogy ott ül mellettem a színész, és mivel a dialógusok élők, a karakterek élők, a játszók intenzitása sokkal jobban megérezhető, vagy megérthető. És hát természetesen ez ugyanaz az előadás, mint amit augusztusban
csináltunk, csak ettől, hogy megváltozott a tere az egész előadásnak, máshol lettek mondjuk ilyen hangsúlyosabb részei, vagy néhány helyen változott a dinamikája. Akli Krisztián egyik alkotói gondolata szerint a színházi alkotónak kell valamit kezdenie a magyar identitással. Ezzel a magyar identitással pedig úgy kell valamit kezdeni, hogy az ne egy politikai állásfoglalás legyen, véleménye szerint. Engem az érdekel, hogy minket, akik itt élünk most Magyarországon 2022-ben, mik azok a történetek, amik összetartanak. És az 1940-es évek Málenki robotja, vagy a sváboknak a kitelepítése, az szerintem hordoz magában olyan transgenerációs traumákat, aminek mi még most is hordjuk a keresztjét. Csak lehet, hogy nem tudunk róla, vagy nem foglalkozunk vele. És én szerintem az a feladatunk nekünk színházi alkotóként, hogy a színház eszközeivel, hát nem is tudom, hogy nem az emléke, hát talán az emlékeztetés, ez a jó szó, de nekünk nem az a célunk, hogy föltépjük a sebeket, és hogy a régen halott bűnösöket itt most felelősségre vonják előttünk, hanem az a célunk, hogy valahogy azt hangsúlyozzuk, hogy ez egyszer már előfordult, és soha többé nem szabad előfordulnia. A produkció benne van a Déri Nép programban, amely egy országjáró program. Amikor bekerültek, sok elismerést kaptak, hiszen már régóta keresett volt egy ilyen téma. Több történelmileg érintett magyarországi településhez kapcsolódik a darab, ezért sok előadásnak néznek elébe a következő években.